Volt egy Facebook posztunk, ami rengeteg kommentet szült. És ebben a videóban szakértő kollégáimmal ezekre a kérdésekre, tévhitekre fogunk válaszolni. Mint ahogy az általános klímák esetében is, megkülönböztetünk hangnyomás szintet és zajszintet, ami függ az adott klímának a márkájától, ezáltal a minőségétől, a teljesítményétől, illetve az elhelyezésétől. Itt gondolok arra, hogy minél szűkebb helyre teszünk be egy ilyen készüléket, mikor be is tartjuk a kötelező távolságokat a megfelelő légáram az elszívás érdekében. Egy lichthofszerűségbe, egy kisebb szűkebb helyre betett berendezés sokkal magasabb zajszintet fog képviselni, mint egy olyan berendezés, ami egy tágas térben helyezik el, és a zaj el tud oszlani normális körülmények között. A klímák között is van egy-kettő kültéri egység, ami úgy mondjuk, hogy olyan hangja van, mint egy traktornak, másnak olyan hangja, mint egy villanyautónak, ugyanez igaz a hőszivattyúknak is. Egy megfelelő helyre telepített kültéri egység az általános lakossági teljesítmény szinteket nézve nem fogja túllépni egy átlagos klímának a zajszintjét. Nyilván ezt rengeteg tényező tudja befolyásolni, hogy milyen közel és milyen akadályozó tényezők vannak a légáramában. Ez egy általános tévhit, hogy olyan hangja lesz, mint egy felszálló repülőgépnek. Nyilván vannak ilyen készülékek is, mi ezekkel nem foglalkozunk. Az általunk telepített gépekre a hang szempontjából még nem érkezett a panasz. Nagyon sokszor szokott előfordulni az a kérdés, hogy mennyi alatt térül meg egy hőszivattyús beruházás. Én egy kicsit megkülönböztetnék két példát. Az egyik az újépítésű ingatlanoknál van, ahol rengeteg költséget lehet megspórolni egy elektromos fűtéssel, mint például a gáznak a bevezetését a telekre, vagy akár a kéményrendszernek a kiépítését. Egy régi építésű ingatlannál, ahol viszont korszerűsítünk, ott viszont nagyban függ magának a beruházásnak a költsége attól, hogy milyen gépészeti újításokat kell csinálni az ingatlanba ahhoz, hogy korszerű legyen. Kommentelő valószínűleg a napelemes rendszerek körüli szabályváltoztatásra gondol, ami amúgy már a kezdetektől várható volt egy Európai Uniós normatíva miatt. Viszont nagyon fontos elmondani, hogy a napelemeknél sem magát a napelemnek a rendszerét tiltották be, hanem magát az elszámolási módot, és azt is csak az új szerződőkre változtatták meg. Hőszivattyú esetében nagyon nehéz ilyenekről gondolkodni, mert itt az embernek a fűtés, illetve a melegvíz ellátásáról van szó. Nem gondolom, hogy ebbe bármilyen változtatás lenne. Tehát olyan ingatlan esetén, amely nem rendelkezik megfelelő szigeteléssel, nyilászáróval, illetve a fűtési rendszerét, azt régi vasradiátorok képezik, ahol esetlegesen még átmosás sem történt, tehát egy koszos rendszerről beszélünk, ott valószínűleg a 65 és 70 fokos víz sem lesz elegendő ahhoz, hogy az ingatlan megfelelő módon felfűtse. Ebben az esetben szoktuk javasolni azt, hogy jobban bele kell nyúlni a gépészetbe, korszerűsíteni kell a fűtést. Ez nem minden esetben jelenti azt, hogy fel kell törni a padlót és el kell tekerjük a padlófűtést. Vannak korszerű megfelelő méretezett radiátorok is, ahol már a 40-50 fokos vízzel ki tudjuk fűteni az ilyen ingatlanokat is, amihez a hőszivattyú szintén jól párosítható. Általános tapasztalat, hogyha Magyarországon beszélgetünk az ügyfelekkel hőszivattyúkról, elsősorban mindenkinek a talajszondás hőszivattyúk ugranak be, ami azt jelenti, hogy átlagosan 70 méter mélyre le kell fúrjunk ahhoz, hogy a megfelelő vízcserét, ezáltal hőcserét végre tudjuk hajtani. Emellett jelenik meg a talajkollektoros hőszivattyú, ezt úgy kell elképzelni, mint egy letekert padlófűtés, nyilván ez kültéren durván 81 cm mélyen a föld alatt. Ahhoz, hogy egy ilyen rendszer hatékony legyen, a talajkollektoros, ahhoz legalább egy ilyen 4 cm-es területre van szükségünk. Amire kevesebbszer gondolnak az ügyfelek, még most kezdve belépni a köztudatba, az a levegővíz hőszivattyúk, amik sokkal egyszerűbben és költséghatékonyabban telepíthetőek, mint a víz-víz hőszivattyúk. Olyan régi építésű ingatlan esetén, ahol rossz a hőszigetelés, vagy pedig más problémák vannak a gépészet és a fűtési rendszer terén, teljesen mindegy, hogy milyen berendezést és milyen fűtési megoldást teszünk az ingatlanra, a célt ezt nem fogjuk elérni, és nem lesz hatékony fűtési rendszerünk.
a hőszivattyús rendszert választva, pláne a napelemmel megtáplálva, a lehető leghatékonyabb fűtési rendszert érhetjük el. Sokszor hallhattuk gyerekkorunkban azt, hogy nem az utcára fűtünk, és a jelenlegi rezsicsökkentése amellett van, hogy az ingatlanokat energetikailag korszerűsítsük. És abban igaza van a kommentelőnek, hogyha a nyílászáró vagy a szigetelés elavult vagy nem korszerű, akkor nem biztos, hogy a leghatékonyabb lesz a hőszivattyúnak a működése. De itt hozzátenném azt, hogy a gázkazánnak sem lesz akkor hatékony a működése, és sokkal több gázszámlát kell fizetni, hisz van a ingatlannak egy hővesztesége, amivel számolnunk kell. Nagyon sok laikus szokta tőlünk megkérdezni azt, hogy mondjuk egy napelem vagy egy napelemes rendszer mennyibe kerül, és erre azt a példát szoktam felhozni, hogy mennyibe kerül egy autó. Nagyon sok mindentől függ az, hogy mennyibe kerül egy hőszivattyús beruházás. Nagyjából azt szoktam mondani, hogy nettó 3 és 6 millió között szokott lenni egy átlagos hőszivattyúnak a bekerülési ára, ebben már benne van a gép, az összes szerelés, meg a gépészet is. De nagyban függ attól, hogy mivel állunk szemben, nagyban függ az, hogy hol lesz a kültéri, a beltéri elhelyezve, illetve az, hogy jelenleg milyen gépészet jellemző az ingatlanra. Valóban azok az eszközök, amik árammal vannak ellátva, azok áramot is fogyasztanak, illetve hanghatást is kelthetnek, de van pár eszköz, ami hasonló tulajdonságokkal van felruházva, mint például egy mikrohullámos sütő, egy főnyíró, vagy akár egy klíma is. Viszont egy megfelelően elhelyezett kültérivel el lehet azt érni, hogy a hanghatás az minél alacsonyabb és kisebb legyen, illetve a hőszivattyúnak a beállítása is nagyban függ attól, illetve a minősége, hogy mennyire zúg az eszköz. A kinti hőmérséklet eléri a mínusz 5 fokot, ezzel sincsen probléma, ezek a gépek mind mínusz 15 fokig könnyűszerrel megcsinálják ugye a hálózati melegvizet és a fűtési vizüket is. Mínusz 15 fok alatt van benne egy segédfűtőpatron, ami bekapcsolásával ugyebár elektromos fűtéssel, de rá tud segíteni, és sokkal hamarabb meg tudja csinálni a kívánt hőfokot. Átlagos családi ház esetén, ahol például 2-2500 köbméter per éves gázfogyasztással számolunk, a hőszivattyús rendszer megtérülésének ideje az 7-12 év körül mozog. Abban az esetben, hogyha a rendszerünket hátterifáról tápláljuk meg, a megtérülési idő az lecsökkenthet akár 4 és 7 évre. A technológiai újítások tekintetében szerencsére a világunkhoz halad felé, és igyekszik mindenben minél hatékonyabb megoldásokat találni. Ahogy az autók, a telefonok, egyéb gépek területén is folyamatosan jönnek ki az újítások és hatékonyabb megoldások, így természetesen a hőszivattyúk és a fűtési rendszerek tekintetében is. De ennyi erővel, hogyha ezért nem fejlesztjük az ingatlanunkat, akkor ne vegyünk új autót, ne vegyünk új telefont, hiszen évek múlva úgyis ki fog jönni egy újabb és hatékonyabb verzió. A hűtőfűtők a közelben hűtőfűtőklímának nevezett berendezések, fűtős fűtési üzemmódban levegő-levegő hőszivattyúnak felelnek meg, hiszen levegőből nyerik ki az energiát és levegőnek adják át az ingatlanon belül. Ennek a beruházási és bekerülési költsége jóval alacsonyabb, mint egy levegővíz vagy víz-víz hőszivattyúnak. Általában olyan helyekre javasoljuk ezeknek a készüléknek a felszerelését, ahova jelentős költséget és munkát igényelne egy vízes fűtési rendszernek a kiépítése. Olyan helyekre, ahol kisebb légterekről beszélünk, illetve az ingatlan nincsen folyamatos használatban, gondolok itt például vinkentházakra, vendégházakra, nyaralókra. Azok a gépek, amiket ilyen helyekre elhelyezünk, a levegő-levegő hőszivattyú, szintén képesek arra, hogy az ingatlannak a fagyvédelmét ellátsák. Több beprogramozott opció is van bennük, gondolok itt arra, hogy 8 fokon tartja az ingatlant, 16 fokon tartja az ingatlant, amit az ügyfél kiválaszt, de természetesen termosztáttal is lehet a működésüket szabályozni. Ezeket mind lehet háltarifára kötni, ez egy kedvezményes tarifacsomag, ami október 15-től április 15-ig tart. Itt igazából a szolgáltató azzal tud segíteni, hogy fél áron szolgáltatja nekünk az áramot. A jövő fűtési rendszere vaskályha lopott fával fűtve. Az első szó, ami erről a kommentről eszembe jut, a környezeti tudatosság. Ugye
gyakran halljuk a tévében, hogy jó dolog fákat kivágni, akár esőerdőket, illetve szennyezni vele a környezetet is. De a kommentelő szerintem egy nagyon fontos információt kihagyott az egészből, hogy ezt a rendszert én biztosan kiegészíteném valami olajkályhával, amit elhasznált motorolajjal lehetne még fűteni. Akár egy nyílászáró szelel, vagy akár a nyílászáró kis rossz szigetelés, hogy mit mondjak, rossz szigetelés, gyanánt? Ez jó szó rá? Esetlegesen még rendszer szín, azt kezdjük újra. Kényelmi funkciókkal ellátott hőszivattyút, nem hiszem, hogy akartam mondani. Jó, itt tudtok amúgy ilyenkor vágni bele, nem? Jó. De amúgy újra is kezdhetem.